Sziasztok, Lacorka vagyok, az a random notebookos gyerek a YouTube-ról, csá! Pár hete meglett az 1000 feliratkozóm, és kiraktam egy kérdezfelelek bejelentő videót, amiben megkértelek titeket, hogy tegyetek fel a kérdéseket. És tettetek fel, szóval most ezeket fogom megválaszolni. Maja kérdezi, mikor lesz Minecraft? Most Vote. Mikor lesz Fortnite? Soha. Mikor lesz Rocket League? Nem olyan rég volt, és nyertem egy kocsit benne Skylontól, szóval tökre megérte nekem az a videó. Mikor lesz House Tour? Még az arcomat se láttátok, bár a szobám az valószínűleg szebb, mint az arcom. Ja, és mikor lesz videó Majával? Kappa. Nem kell a kappa, Majával bármikor videózom, csak neki nincs mindig kedve hozzá. Ha pedig van, és unózunk, és nyerek, akkor pedig megver. Tigris Józsi kérdezi, miért vagy rádió? Szerintem te vagy rádió. Már 1500 óra mit tervezel? Jé, tényleg, ezt a videót. Mi 42? Hát 4 meg 2 az 6, és 9. hóban születtem, ami fordítva 6-os, ráadásul 16-án és 6 órakor. Miért pont ez a neved, Ami? Az úgy volt, hogy Steamre akartam egy nicknevet, és gondolkoztam, hogy mi lehetne. Aztán eszembe jutott, hogy az akkori barátaimmal úgy hívtuk egymást, hogy hurkák. Ne kérdezzétek, hogy miért. És gondoltam, legyen Lac hurka. Aztán rájöttem, hogy nem akarok sertés lenni, így helyettesítettem egy O-val az U-betűt. A mémek csak úgy jönnek, ilyen random alapon, vagy komoly háttérben történő összeesküvések vannak. Alapjáraton csak jönnek maguktól. Igazából ha látok egy felkapott mémet, amihez meg tudom csinálni notblokkokkal a zenét, akkor megcsinálom és felrakom. Meg segítségem van Laci komám, aki mindig áraszt engem a szeretetével, amik a mémek, szóval nem fogyok ki belőlük egy darabig, azt hiszem. Ádám vagyok, hi, kérdezi. Mekkora a pipid? Hát nem akarok elszomorítani Ádám, de szerintem nagyon mint a te Overwatch KD Winstonnal. Amúgy Endert igen a side végigjátszás van? Azt se tudom, mi az a game. Nintendo Stream van? Ha kapok Nintendo-t, talán akkor. Neon kérdezi, hogy lettél ekkora nagy sztár? Hát, sztárnak nem mondanám magam, ellenben nagynak igen. Most mit csinálják, ha szeretem a KSC-t, lol? Horizon Star kérdezi, mik a terveid a csatornával kapcsolatban? Hát, igazából olyan nagy terveim nincsenek vele, a jelenlegi videó típusokat szeretném meghagyni és ezeket továbbfejleszteni és ebbe az irányba haladni tovább a csatornával. Janoka 56 kérdezi, lesz még betkázos videó? Szeretnék még olyan videót csinálni, azonban annyi embert egyszerre egy helyre összehozni elég neccesen. Múltkor is épp, hogy össze tudott jönni, ugyanis ünnepek közt vettük fel, és az is szerencsé, hogy ez elkészült. Laci komám uram kérdezi, legúgy üteményed hogyan áll? Tudom, hogy napokban szereztél be 2 újat, és érdekelne, mekkora most a Lego Army. Ide most a képernyőre felsorolom az összes Legót, amit 2018 óta vásároltam. Remélem mindegyiket felsorolom, mert hogyha nem, akkor újra kell vágni a videót. It's G kérdezi. Minecraft kalandpályákkal mit tervezel foglalkozni? Emlékszem, régenben volt valami trailer egy pályáról. Ha halad, akkor hogy halad? Ha nem, akkor miért fejezted be? Nos igen, a pillangó projekt. Hát az a nagy helyzet, hogy az már sose készül el. Egy idő után elszállt az ifletem, és egyszerűen nem volt kedvem belépni építeni, pedig nagyon szépen előre haladtam már benne. Kalandpályát már nem hiszem, hogy fogok építeni, ugyanis sajnos vagy nem sajnos, de nem igazán éri meg készíteni manapság Magyarországon kalandpályákat. Egy az, hogy sok idő, egy minőségpálya, a másik, hogy jó lenne, ha ki is játszanák az emberek, szóval most például 3 emberét nem kezdek el építeni egy pályát egy éven keresztül. Ez az én véleményem, aztán lehet rosszul gondolom. Szóval ja, ez lett volna a kérdezfelelek videó. Köszönöm mindenkinek, aki feltett kérdéseket a kommentekbe. Köszönöm, hogy néztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, dobjatok egy lájkot, csengőt nyomjátok be. Tudom, nem lett a leghosszabb videó, és egy kicsit gyorsan is vettem föl, mert Rocket League-ben kezdődik mindjárt 2 perc múlva a turnament, szóval mentem is. Sziasztok!